Közel 220 vendég érkezett a 18. alkalommal megrendezett Nánási Focisuli Egyesület bájára, a Kéki Lajos Városi Művelődési Központba a múlt szombaton. Az összejövetelnek már nagy hagyománya van, így évről évre visszajáró vendégek és baráti társaságok alkotják a vendégsereget. A 18. születésnapi bál, de majdnem, ugye ezt mondtam, nagykorúvá vált a focisuli, hiszen ez a 18. alkalommal megrendezett bál. 220 főre terítettünk, hát úgy látom, hogy üres hely most jelen pillanatban nincs, tehát úgy néz ki, hogy mindenki eljött, legalábbis a várakozásoknak megfelelően megteltek az asztalon. A bálozókat Pénzes Imre köszöntötte. A bál elmaradhatatlan eleme, hogy a Focisuli Egyesület kiemelkedő teljesítményű játékosait ezen a bálon díjazzák. Idén Szólá Tibor polgármester adta át a gyerekeknek a jutalmakat. A jutalmazás után a Phoenix Fusion Tánciskola csoportjai szórakoztatták a vendégeket. Bálon évek óta megszokott már, hogy egy sztárvendég is fellép az est alatt, azonban ez idén elmaradt. Gyakorlatilag a Phoenix Tán Stúdiónak ez a felgeteges műsora volt a legeslegnagyobb program számunkra. Úgy gondoltuk, hogy a sztárvendéget nem tudjuk megfizetni abban a minőségben, amit talán a közönség is elvisel, elbír. Jegyek árait emiatt nem is szerettük volna spékelni, hiszen azért nem mindegy, hogy 5500 forint vagy 6500 forint a jegy. Gyakorlatilag az est legnagyobb ugye műsora, ez a táncsoport által előadott, tánciskola által előadott generációs tánc műsor volt, ami szerintem nagyon jól sikerült, és a közönség is nagyon jól díjazta. A műsor után a vacsora következett, ami ízletes tyúkhúsleves volt, valamint bőségtel, amint mindenféle finomság megtalálható volt. A bárra nagyon sok felajánlás és tombolatárgy érkezett, így érdemes volt a tombola jegyeket vásárolni. Minden évben a legnagyobb felajánlásunkat, felajánlást, azt a vacsora megrendezéséhez Nyakas Andrástól kapjuk. Természetesen nagyon nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy Cseh Józsiék, az autósból tulajdonos kedves feleségével együtt felajánlott a tombola fődíját, és azon kívül, ahogy érkeztek a tombola tárgyak, a számtalan felajánlás mellett van készpénzes felajánlásunk, ami 20 000 forint összegű, illetve egy napos szintén wellness hétvége Bocimre felajánlásával. Tehát és sok tombolatárgyat sikerült a helyi jóindulatú és támogató vállalkozóktól is szerezni. Tehát a támogatások azok biztosítják gyakorlatilag azt, hogy egy sikeres bál lehet ez. Mint minden bál, így ez is egy nemes cél érdekét szolgálja. Méghozzá az Egyesület diákjai támogatja a bevétellel. Mi minden bál a működésünket segíti. Az, hogy ugye nemrégen volt a városnapi felajánlás bevétele is sokat segített számunkra, hiszen nem akarok a részletébe belebonyolódni, de a pályázati lehetőségünkből ugye most ebbe az évben
egy korcsoport kiesett, ami mínuszt hozott, ezt kompenzálta. Tehát a cél az, hogy a működőképességünket javítsuk, illetve biztosítsuk azt, hogy a gyerekeknek folyamatosan tudjunk megemelt óradíj mellett fűtött körülmények között tornatermi képzést biztosítani a téli hónapokban, egészen mindaddig, amíg a stabil tavasz időjárás be nem fog állni, hogy kimehessünk szabadba. Valamint a TAO-s pályázati önerőt tudjuk ezáltal úgymond biztosítani, illetve más egyéb olyan költségek, ami az egyesület stabil működését segíti. A hajnalig tartó mulatságról a gyermekben gondoskodott, akik reggelig húzták a talpalávalót.